Éppen sebességellenőrzést végeznek Nyíregyháza közelében a rendőrök. Ez a berendezés hatékonyan szűri a gyorshajtókat. A legtöbben betartották a megengedett sebességhatárt, volt olyan azonban, aki túllépte azt, és néhány méterrel arrébb már helyszíni bírságot kapott. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A kiemelt sebességmérési akció vasárnapig tart, és valamennyi hazai útszakaszt érintheti. A főbb közlekedési útvonalakon hajtjuk ezt végre, illetve lakott területen, ahol a legnagyobb átmenő forgalmat tapasztalják a kollégáink, illetve a területi és helyi szernek a vezetői. Ezeken a helyeken hajtjuk végre ezeket az ellenőrzéseket. Lakott területen belül, lakott területen kívül egyaránt, felváltva, váratlan helyzetekben, váratlan időszakokban, és úgy gondolom, hogy ez idáig eredményes sajnálatos módon, mivel a legfőbb baleseti okunk a gyorshajtás országos szinten. Ez ellen harcolunk, küzdünk a továbbiakban is, nem csak ezen a héten természetesen, és ebből kifolyólag bármikor, bármilyen időszakban, bárhol végrehajtásra kerülnek ezek az ellenőrzések. Kapitánysági szinteken folyamatosan minden nap hajtjuk végre ezeket az ellenőrzéseket, ezt követően is természetesen, illetve van egy mozgó sebességmérő berendezésünk, ami menet közbeni sebességtúllépést tud rögzíteni, ezt is folyamatosan alkalmazzuk. Az akció elsősorban a gyorshajtók kiszűrésére irányul, de a rendőrök természetesen egyéb indokokkal is megállíthatják a sofőröket. Bármilyen más olyan jogsértés, amit felfednek az intézkedés során, általánosságban legtöbb esetben leállításos módszerrel történik a sebességellenőrzés, nem objektív felelősségre utaló van, de akit megállítanak, annak mindenképpen a tittasságtól kezdődően bármilyen egyéb jogsértés esetén a szükséges intézkedéseket megteszik, akár ez előállításba is torkolhat, gyakorlatilag ha engedély nélkül vezetést tapasztalnak például. A Roadpol Speed akció elsődleges célja a közlekedés biztonság javítása, a közúti közlekedési balesetek csökkentése, illetve megelőzése, hiszen a sebesség túllépés a balesetek bekövetkezésének vezető oka.